babiloni, egyiptomi, zsidó és görög kultúrák már érintették a foglalkozási ártalmakat, Hammurapi törvénykönyve pedig már az időszámításunk előtti 18. században orvosi higiénés előírásokat is tartalmazott. A munkavédelemmel már Mózes és Hippokratész is foglalkozott, akik elsősorban az építőiparban dolgozók esetleges baleseteire hívták fel a figyelmet. Az első munkavédelmi törvények a 19. század elején láttak napvilágot, mégpedig Angliában. A Szigetország törvényeit pedig lassan átvették az öreg kontinens államai is. Az első iparfelügyelők 1833-ban kapták meg érvényes irataikat Londonban. Magyarországon a kiegyezés utáni ipari fellendülést követően vették csak törvénybe a munkavállalók jogait és feladatuk biztonsági előírásait. Napjainkban már fontos előírás a munkavédelmi oktatás, attól függetlenül, hogy milyen területen dolgozik az alkalmazott. A munkavédelem az két részből áll, a munkabiztonság, ami inkább egy műszaki vénát igény, illetve az egészségügy a humán oldala. Alapvetően muszáj az embereken segíteni, muszáj ezeket a sérüléseket megelőzni. Alapvetően egy szociális érzékenység is betársul ebbe a történetbe. A munkavédelmi előadó minden esetben részt vesz a szükséges szabályzat elkészítésében, ami biztosítja a biztonságos munkavégzést. Utána felügyeli ennek betartását és az esetleges hibák előfordulásának esélyeit. Rendszeresen végez ellenőrzéseket, méréseket, melyről dokumentációt készít. Ez azért fontos, mert kötelező nyilvántartani és nyomon követni a munkavédelmi tevékenységet és adatokat szolgáltatni a hatóságok felé. Emellett a dokumentáció alapján végzik el a szükséges korszerűsítéseket, nyomon követik a fejlesztések hatásait. Időszakonként a dolgozók számára munkavédelmi oktatásokat szervez, továbbá feladata az előforduló munkahelyi balesetek tisztázása és dokumentálása. Munkája során együttműködik a munkáltatóval, a szakhatóságokkal, valamint más külső szervek képviselőivel. Nagyon sok területre rá kell látni ahhoz, hogy ezt a pályát átlásd. A műszaki dolgok is fontosak, értened kell a gépekhez, jó kell kommunikálnod az emberekkel, ahhoz, hogy el tud adni azt, amit szeretnél. A munkavédelmi előadó munkája során bemutatja azokat az eszközöket, amelyek esetleg a baleset forrásai lehetnek. Ismerteti a kívánt védőeszközök használatát. Több építési cégnél és a gyárakban is kötelező használni védősisakot, acélbetétes bakancsot, munkaruhát. Ennek szakszerű alkalmazásának ismertetése is a munkavédelmi felügyelő feladata. A helyszínbejárások során számos mérőműszert, a dokumentációhoz számítógépet használ. A munkavédelmi előadónak felelősségtudattal kell dolgoznia, és nagyfokú figyelem szükséges a munkavédelmi szabályok felügyeletéhez. Az oktatások tartásához jó kommunikációs képességgel is rendelkeznie kell. A munkavédelmi szempontok és a munkafolyamatok összeegyeztetése a váratlan helyzetek probléma megoldó képességet igényelnek. Emellett természetesen nem árt, ha jó számolási képességgel és műszaki érzékkel is bír. Nagyon jól kell kommunikálnod és megértetned az emberekkel azt, hogy ez mennyire fontos. Nyilván nekem is fel kell építenem prezentációkat, oktatási anyagokat, amiben baleseti példákkal kell illusztrálni azt, hogy ez miért fontos, és majdnem, hogy visszafelé kell felépíteni. Tehát nem jogszabályi kötelezettségekkel, hanem gyakorlati példákkal, az életből vett példákkal. Ezért fontos ezen a területen a tapasztalat, és az, hogy minél szélesebb körben lásd ezt a történetet. Fontos az egészséges munkakörnyezet biztosítása, a balesetek és a foglalkozási ártalmak megelőzése. Folyamatosan követnünk kell a változásokat, és erről megfelelő oktatásokat kell tartsunk. Ez a te feladat, hogy fölépítsd azt, hogy a példák alapján megértsék ezt, hogy miért fontos munkavédelem. A munkavédelmi előadó alapvetően irodai foglalkozás, tehát elsősorban szellemi munkát végez. Csupán a szükséges oktatásokon és az esetleges baleseteknél kell a munkavégzés területére kiszállnia. Munkáját normál időben végzi, azaz napi 8 órában. Amennyiben termelővállalatnak dolgozik, akkor ez lehet 1-2, de akár 3 műszakban is. A munkavédelmi előadónak munkája során különösen oda kell figyelnie az esetleges veszélyforrásokra. Ezek különbözőek lehetnek, mindig az adott munkától függnek. Például veszélyes gépek kezelése, vagy az egészségre káros anyagok melletti munkavégzés.
Ezek a veszélyforrások azonban kellő odafigyeléssel kiküszöbölhetők. Munkavédelmi előadóként fontos, hogy a szakember tisztán és érthetően beszéljen. Egyes gyárakban az allergiás tünetekkel bírók nem képesek a feladatok ellátására a magas por és szállóanyag koncentráció miatt. Szükséges továbbá az éleslátás és színlátás is. A munkakör egyes részeit mozgás, látás és hallássérültek is betöltetik a munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával. A munkavédelmi előadók nagy része az ipari termelésben dolgozik, ezért fontos, hogy a reáltantárgyakban járatos legyen. Természetesen ez attól is függ, hogy milyen vállalatnál tölti be a munkavédelmi funkciót, de nem árt, ha jól ismeri a kémia, a fizika, a társadalmi és gazdasági ismeretek alapjait. Továbbá az is előnyt képezhet, ha műszakilag is úgymond otthon van a terepen. A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a munkavédelmi technikus szakképesítés megszerzése szükséges, melynek feltétele az érettségi végzettség, valamint az egészségügyi követelményeknek történő megfelelés. Ez a szakképzettség iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzésben mintegy 300 óra alatt sajátítható el. A tantárgyak között szerepel többek között munkavédelmi menedzsment és kockázatértékelés, a munkavégzés biztonsága, az anyagmozgatás biztonság technikája. A munkavédelmi előadó szinte bármelyik területen el tud helyezkedni, amennyiben viszont jobban érdekli a környezet és az egészségügy, akkor azokon a területeken is állást tud keresni. Aki tovább szeretne tanulni, annak lehetősége van a munkavédelmi szakember felsőfokú továbbképzési szakot is elvégezni. A jelentkezés feltétele, előfeltétele bármely képzési területen megszerzett alapképzéses diploma. Azoknak tudnám ajánlani, akik hosszú távú perspektívát akarnak, hosszú távú terveik vannak ezzel kapcsolatban, hiszen ez mindig téma lesz. Időszámításunk előtt is téma volt, és napjainkban is egyre jobban fejlődik, egyre szertágazóbb lesz. Mindenféleképpen azoknak ajánlanám, akik nem szeretik a monoton munkát, jól tudnak kommunikálni emberekkel, jó probléma megoldó képességük van, és persze nem utolsó sorban jó fizetés lehetőség van ebben a szakágban. A munkavédelmi előadó keresete a statisztikai adatok szerint 260-tól 360 ezer forint között mozog, ami függhet az életkorától és a szakmai gyakorlattól is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a szakma fellendülőben van, mind Magyarországon, mind az Unióban. Napjainkra az a jellemző, hogy a biztonság és ezzel együtt a munkavédelem egyre nagyobb hangsúlyt kap a munkáltatók részéről. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.